Tompa Andrea, a Színház című folyóirat főszerkesztője, a Bábesbólyai Egyetem tanára. Első regénye 2010-ben jelent meg. Az Omerta, a Hallgatások könyve a 2017-es év egyik legsikeresebb regénye. A mű Erdélyben játszódik az 50-es években. Az író izgalmas kérdésekre keresi a választ, hogyan lehet valaki sikeres egy diktatúrában, milyen belső világuk kell, hogy legyen, hogy azt túléljék, milyenek azok az emberek, akiket a diktatúra meggyötör. A mű négy ember összefonódó és szétváló sorsát követi végig. Egy széki asszony, egy kolozsvári lány, egy szerzetes nő és egy rózsanemesítő férfi szólal meg a könyvben. A szereplők az 50-es évek Kolozsvárján a diktatúra kiszámíthatatlan fordulatainak kiszolgálva élik hétköznapjaikat. Azt mondom, hogy nagyon keveset tudunk az 50-es évekről, valahogy nagyon torz képünk van róla, ilyen fekete-fehér, tehát egy drámai korszaknak látjuk, nem, és éppen ezért nem ismerjük azt, hogy mi történik egy diktatúrában, hogyan jön létre a robbanás, hogyan jön létre az a pillanat, amikor addig feszülnek az idegek, amik felrobban, ugye ez történik Magyarországon 56-ban. Az én történetem Erdélyben van, ahol 56-ban nem nagyon történik semmi, utána viszont egy elég súlyos megtorlást. A művész asztal estjén, amelyet Karádi Zsolt moderált, ezúttal is a Móricz Zsigmond Színház színészei és táncosai közreműködtek. Kosik Anita, Dézsi Darinka és Rák Zoltán részleteket olvastak fel a regényből, Olajos Gábor gitáron kísérte az elhangzó dalokat. Pontosan olyan precizitással, gondossággal, próbákkal, több próbával készülünk erre az egyetlen estére, és egyetlen előadásra állunk össze velük, és ez tiszteletre méltó, le a kalappal, hogy még egyszer ismétlem önmagam, egy alkalomért is beletesznek mindent, szívüket, lelküket, szó szerint, akármilyen közhelyesen is hangzik, zene, tánc, prózaszöveg, színészi alakítással, hát egy ilyen összművészeti performance jön létre. A művészasztalhoz legközelebb áprilisban várják az irodalombarátokat. Az est vendége Dragomán György író lesz majd.